Hát megmondom, először, mikor jöttem fel a lépcsőn a választások után, akkor azért majdnem sírva fakadtam. Így emlékezett vissza Csöbör Katalin első parlamentbeli napjára. A képviselő asszony a Zsolcai Szent István Katolikus Iskola diákjait látta vendégül az Országházban. A bejáratnál a gyerekek virággal köszöntették. A túra útvonalon mi sem forgathattunk mindenhol. A gyerekek a lépcsőcsarnokot, a Szent Koronát és az egyik üléstermet is megnézték. Engem nagy örömmel tölt el, hogy van ilyen lehetőségem, hogy a gyerekeket meghívhatom egy ingyenes parlamenti látogatásra Felsőzsolcáról. Az én időmben én nem tudtam, amikor én voltam általános iskolás és gimnazista, én nem tudtam ide eljutni, és mindig nagyon vágyottam. Tehát én, mikor képviselő lettem, akkor voltam egyedül először itt a parlamentben. Szerintem fontos, hogy a gyerekek megismerjék azt a gyönyörű házat, a parlamentet, ahol a törvényeket hozzuk. Úgyhogy igyekszem minél több iskolást ide meghívni ebbe a parlamentbe. Ez az épület több szempontból is szimbolikus jelentőségű. Az első jelentősége, hogy képviseli Magyarországot, képviseli a magyarságot, hiszen azok a törvények, amik itt születnek, a magyarság életét hosszú távon meghatározzák. Másodszorban úgy gondolom, hogy ez egy olyan műemlék, ez az épület, amit szintén látni kell. Egy csodálatos építmény, ami lenyűgözi az embert. Hát ez gyönyörű, ez az épület, és meg is kell adni a módját. Nem mindegy, hogy milyen ruhába jövünk ide, nem mindegy, hogy viselkedünk. És hát egy felemelő és megtisztelő érzés, és ez mindez az embereknek, a választópolgároknak köszönhető, hogy engem bíztak meg ezzel a feladattal, hogy közvetítsem az ő kéréseiket ide a törvényhozás házába, és bízom benne, hogy megelégednek majd a jövőben is velem. Azt szoktam mondani, hogy belépek, megérint a hely szelleme, és arra gondolok, hogy az itt dolgozó emberek remélhetőleg, amikor törvényeket alkotnak, szintén ennek a hely szellemének megfelelően cselekszenek. Hát ezért tartottuk fontosnak, hogy ma a gyerekek itt a hely szellemét is megérintse, a hely szelleme is megérintse őket, és felnőtt korukban is emlékezzenek arra, hogy mit jelent az Országháza, az az épület, ami a magyarságnak egyfajta szimbolikus helye. Nagyon fontosnak tartom a koronázási jelvényeket, ahogy elhangzott itt az idegenvezetés során, a korona az szintén a magyarságot összefogó, szinte azt lehet mondani, hogy eszme. Tehát szintén látni kell a gyerekeknek, hogyha történelem órán arról beszélünk, hogy megkoronáztak egy uralkodót, akkor teljesen másképp fogják most már látni, gondolni azt, hogy mi a koronának a jelentősége, amikor karnyújtásnyira álltak a koronázási jelvényektől. Az ülésteremben Csöbör Katalin még azt is megmutatja a gyerekeknek, hol szokott ülni.